voltam a programnak a programvezetője, volt egy pszichológusunk, aki segítette a munkánkat. 42 millió forintot nyert a Pálhalmai Büntetés Végrehajtási Intézet támog pályázaton a fogvatartottak társadalmi reintegrációs programsorozat részeként. A különböző pszichológiai és önismereti tréningek mellett egy új alternatív nevelési eszközzel, az úgynevezett kutyaterápiával igyekeztek megkönnyíteni az elítéltek hétköznapi életbe való visszailleszkedését. A börtönben kialakul egy sajátos viselkedés forma, amely szabaduláskor nem megfelelő a társadalomban. Meglévő csapattréningekkel, önismerettel egy picit, kommunikáció fejlesztéssel próbáltunk ezeken segíteni, illetőleg magát a stresszoldást tanítottuk, hogy a felgyülemlett dühöt, agressziót tudják kezelni, hiszen van, amikor a meg nem értettségből adódik egy ilyen dühös állapot, és ezeket próbáltuk kutyával. A Mancsó segítőtársaink terápiás állatok és oktatási alapítvány trénerei 35 alkalommal voltak a Pálhalmai Büntetés Végrehajtási Intézetben. A foglalkozások 8 fős csoportokban egyszerre 3-4 kutya részvételével zajlottak. A projekt részeként a Dunaújvárosi Járási Hivatal munkaügyi kirendeltség vezetője a foglalkoztatási piaccal kapcsolatban tartott felvilágosítást a program résztvevőinek. A munkaügyi kirendeltség megkeresése arra vonatkozott, hogy a munkaerőpiaci ismereteket, tudnivalókat átadjuk a fogvatartottaknak, hiszen ők nagyon hamar szabadulásuk után álláskeresőként megjelennek a munkaerőpiacon, és mint minden álláskeresőnek, nekik is szükségük van különböző munkajogi, munkaerőpiaci, foglalkoztatási ismeretekre, tudnivalókra, az ezzel kapcsolatos eszközöket kell, hogy ismerjék, ezzel foglalkoztunk mi. A 2 éves projektben 165-en vettek részt, akiket iskolai végzettség és szabadulási idő alapján mentorok választottak ki. A programba felvett elítéltek pozitívan értékelték a lehetőséget. És egy nagyon nagy élmény az, hogy igazából a szürke hétköznapokban, amikor kiszakadunk nap mint nap. A labdát, de nagyon jól tudott láb alatt sertepeltélni.